Eget köpköd egy haldokló sirály, a fehér templomi ezüstó lázas kőpartján. Nagy mellébe pusztult a szárnyalás, a büszkeség, pedig hogy szeretett volna még a Szent Anna templom tornya kerül suhogni, suhogni. Isten hangos kacagása a Szent Anna templom. Hallható és látható fehér templom minden utcájából. Utánad kiállt, ha a város legmagasabb pontjára, a körtédi domboldalra vándorolsz, a Krassó-Szörényi érchegységből is látható, mint egy hirtelen megtorpanó, első áldozó kislány. Szentélyében naponta misézek néhány cseh, magyar, horvát és német néninek. Négy nyelven is elmondjuk a mi atyánkot. Ide járt misére Herceg Ferenc is, mint Nyurga gimnazista, ha éppen más dolga nem akadt. A Szent Anna templom kórusának kotta rengetege, mint fényes, feszes pókháló, hirtelen Hanna Barbara fejére huppant, buhmoly, buhmoly, mondta nevetve, és próbálta kisöpörni sűrű, fekete hajából a makacs kotta fejeket. Mili buh, mili buh, Millibuch. Bogdán József atya jelenleg Fehér templomon és a környékbeli falvakban teljesít szolgálatot, a legdélibb végeken, mondhatni így is. Kevés itt a magyar, kevés a magyar szó. Talán magányosnak is érezheti magát, de úgy tűnik, hogy ez a magány a gyerekkorától végig kíséri. Milyen érzés ez, hogy árva gyerekként nőtt fel, majd pedig végigjárva szinte az egész Bánátot, most itt van, ahol nincs magyar hívő. Valóban a magány és az idegenség érzése végigkísérte az egész életemet. Emlékszem a gyermekkoromban, hogy mit jelentett az idegenség érzése, hiszen volt egy nap, amikor megtudtam, hogy azok a szülők, akiket én apámnak, anyámnak hívtam, hogy tulajdonképpen nem is rokonaim, idegenek. Ez 10 éves koromban történt velem, az öcsémmel és a nővéremmel, és akkor igazából megtudtam, hogy mi az idegenség érzés keserűsége? Hogyan önti el az egész életemet, szívemet, lelkemet az idegenség érzése? És én ebbe tulajdonképpen az idegenségbe nőtem bele, és végig kísérte az ifjúságomat, a papi életemet is, beleszoktam, és most már ez furcsa így kimondani, de az idegenség az otthonommá lett. Az idegenségben van valami, ami most már tud lelkesíteni is, és erőt is ad, mert itt Fehér templomon ez az idegenség fogadott, hiszen itt nincsenek magyarok, nem érezhetem magam otthon az anyanyelvemben, de itt, mint magyar pap, a cseh kisebbség papja lettem,
átérzem egy másik nemzet idegenség érzését, azt, hogy ők hogyan élik át a fogyatkozásukat és a nyelvkopásukat, és hogyan veszítik el az anyanyelvüket. Tehát én azt mondhatnám így, ha egy mondatban, dióhéjban kellene elmondani, hogy otthon vagyok az idegenségben. És ez, hála Istennek, már nem keserűséggel tölt el, hanem én így élem át a mindennapokat, hogy ez az én életem része. Az én életem része az idegenség. És az idegenség varázsa és hát átölelése, hiszen eszembe jut most, hogy a nagybőjt és a húsvét idejében vagyunk, hogy Jézus is töprengette azon, hogy kiígyalja a keserűség kelyhét. Gyötrelme volt emiatt, és vért izzadott, de azt mondta, hogy hiszen ezért jöttem, megyek, Atyám, teljesítem szent akaratodat, legyen a te szent ígéd szerint. És hát én is, mint felszentelt pap, azt mondom, itt Fehér templomon, itt a Kárpátok csúcsain, hogy én is elfogadom a keserűség poharát, az idegenség poharát, ahogy elfogadtam gyermekkoromban, el kellett fogadjam, ez az én utam. Tehát ezt nevezhetném az idegenség útjának. De Ady Endre is írt erről egy szép verset, hogy minden ember fennség, éjszakfok, titok, idegenség. Az idegenség az benne van az életünkben, gyakran átéli az ember az idegenség érzetét, de mindjárt hozzáteszi a költő, hogy fennség, titok. A titok latin elnevezése a misztérium, a misztérium pedig mélységet, magasságot, szélességet jelent. Tehát amikor én az idegenségről beszélek, amiatt, mert nem hallom azt a szót, hogy dicsértessék, jó napot, hogy vagy, nem hallom a nevemet magyarul, akkor én ezt úgy is megélem, mint titkot, mint mélységet, magasságot. És ez már akkor tompítja bennem a fájdalmat is. Tehát az, ami fájdalom a mindennapi életemben, az ezáltal, a gondolatok által, amit a Bibliában olvasok, Jézus példája, a nagy költő gondolatai, mint Ady Endre, József Attila, elfogadtatják velem ezt az idegenséget, amit én naponta, mint egy batyut cipelek a hátamon. Ezt az idegenséget mindig érezte? Vagy voltak olyan időszakai az életének, amikor úgy igazán teljesnek és boldognak érezte magát, amikor nem érezte ezt a magányt, ezt az űrt, amit aztán el kellett fogadnia, és el is fogadott. Valószínűleg ebben segítette a papi hivatása is. Papi hivatásom nagyon sok mindenben segített, én mindent a nagybecskereki püspökségnek, a katolikus egyháznak köszönhetek. És voltak olyan évei az én 34 éves papi életemnek, és általában az életemnek, amikor otthon éreztem magam, mint például Törökkanizsán, ott a Tiszaparton voltam plébános 10 éven át, oroszlámos, majdán, rábé, egyházaskér, kisgyála, firigyháza és a többi falvak, ahol 10 plébániám volt ott, vagyis 10 leányegyházam, a Törökkanizsa volt az anya plébánia, és
Ott azért éreztem magam otthon, mert közel van Magyar Kanizsa, tehát a Tisza választja el Török Kanizsát Magyar Kanizsáról, és én ott gyakran sétáltam ott a Tisza parton, és ott megéreztem, megtapasztaltam a hívek szeretetét, lelkesedését, amikor én oda kerültem. Nagyon sokat jelent egy pap életében, hogy hogyan fogadják a hívek. Még itt, Fehér templomon azt mondhatnám, hogy nem nagyon veszik észre a katolikus papot, mivel kevés a katolikus. Itt van két szerpap is, ortodox pravoszláv pap, hiszen ez a város pravoszláv, 99%-ában pravoszláv. Van evangélikus temploma, de teljesen lerobbant, tehát be se lehet menni, még kulcsa sincs, és megszűntek létezni az evangélikus hívek. Itt az ember át kell, hogy élje, mit jelent az egy közösségben élni, ahol te nem sokat jelentesz. Hiszen én nem dicsekedhetek azzal itt, hogy nekem most könyvem jelent meg, vagy valamilyen kitüntetés birtokosa lettem, hiszen őket ez nem érdekli. Annyit átéltem itt, sikerült valahogy megérnem azt, hogy köszönnek az utcán az emberek, és azt mondom, hogy én Fehér templomon elértem azt, hogy ha végigmegyek most már a fő utcán, akkor köszönnek. Azt mondják jó nap nyelven. Tehát itt ez is egy ajándék, ez is egy adomány, hogyha az ember a reflektor fénybe kerül, mondjuk egy pillanatra, ahogy vagy éveken át reflektor fénybe van, hiszen Török Kanizsán naponta elhívtak engem családok, családtag voltam. Tehát általában azért a magyar bánáti falvakban a pap a családtagnak számít, és meghívják őt kávéra, ebédre, és bármikor bekopoghat egy családhoz, és szeretettel fogadják. Itt Fehér templomon ez nem volt szokás, itt másképp néznek a papra. És én nekem ezt kellett kitalálni, hogy hogy lehetek én másként is pap. Tehát nem olyan egyértelmű az, hogy egy papot szeressenek, egy papot fogadjanak, egy pap mellé álljanak. Tehát itt ki kellett nekem találni egy utat, egy saját utat, amit ha bejárok, akkor talán elfogadnak itt a hívek, és én azt találtam ki, hogy órákon át sétálok a Szent Anna templom előtt, vagy ülök a lépcsőkön, kezemben a könyvvel, és várom, hogy megszólítsanak, vagy én szólítok meg embereket. Ön mindig szeretette volna pap lenni. Hogyan választotta ezt a pályát? Most már 34 év távlatából mondhatom, hogy bár nem a gyerekkori álmom valósult meg, hiszen nem is volt. Nekem a gyerekkori álmom az volt, hogy mivel sokat éheztem, és nem volt ruhám, hogy akkor leszek boldog, ha majd jól lakhatok, nem leszek szomjas, nem leszek az utcán, hiszen Nagybecskereken az utcán nőtem föl, és mai napig is vállalom, hogy én az utcáról kerültem az egyház épületébe, és az egyház kegyeibe, hogy ez volt a gyermekkori álmom, de a Jóisten mindig olyan utakon vezetett, hogy amiről nem is álmodtam, az valósult meg, és a bibliai érték, gondolat, hogy az Isten túl csorduló mértékkel mér, tehát azt adja, amiről nem ismersz álmodni, mert a Jóistennek minden lehetséges. Nekünk embereknek, akik korlátoltak vagyunk gondolatainkban is,
még a kívánságainkban is, álmainkban is azt adja meg, ami a legtöbbet jelent ma a számomra, hogy én felszentelt pap lehetek. És álmodott-e ön arról esetleg, hogy pápai káplán lesz, vagy egyéb rangokban, papi rangokban részesül? Persze, ezt nem álmodtam soha, hiszen én azt mondom, hogy a legnagyobb ajándék az Jóistentől az, hogy én világra születtem 1956-ban, hogy volt édesanyám 4 éven át, és hogy befejezhettem az általános iskolát nagyon nehéz körülmények között, a gimnáziumot és a teológiai, filozófiai egyetemet. Arról, hogy én rangokat kapok, erről nem álmodtam. Én örültem annak, hogy 1983-ban Szent Pál apostol, Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek ünnepén Jung Tamás püspök pappá szentelt, és az volt az álmom, az a gyönyörűség, amit akkor átéltem, hogy én, mint nagybecskerek neveltje, aki ott sétált a főutcán éhesen, porosan, piszkosan, sokszor egyszer csak az oltár elé kerül, és akkor megtelt a templom. Most, ha szentelnének papnak, nem telne meg a nagybecskereki nepomuki Szent János templom, ahol pappá szenteltek, és természetszerűleg ez az én legkedvesebb templomom. A Zentai Jézus Szíve templom, ahol megkereszteltek, és az az érdekes, hogy anyám, édesanyám vitt el, a testvéreimet nem, de engem elvitt a megkeresztelni, megkereszteltek, és én ezt úgy utólag úgy mondom, úgy élem meg, hogy mintha anyukám akarta volna ezt, hogy én ezt a hivatást válasszam. Isten legnagyobb ajándékának élem meg a papi hivatást, minden nehézség ellenére, mert a papokat, nem csak engem, de talán engem különösen itt Fehér templomon gyötri a magány, talán még a szegénység is, de én ezt próbálom úgy megélni, ahogy meg is kell élje egy katolikus pap, hogy Jézus követője. Jézus pedig átélte a gyötrelmeket, a szegénységet, az elhagyatottságot, átélte a megaláztatást, és mindent, amit hát én itt megadatott az a kegyelem, hogy itt én ezt átéljem. Tehát, hogy tudjak hitelesen beszélni. És a mise után az is szép, hogy cseh nyelven tudok beszélgetni egy pár szót, amennyi időm van, mert akkor sietek vissza, 10 órakor van itt a Fehér templomi mise, és 11:30-kor pedig udvarszálláson. És hát igazából a vasárnapom akkor szépül meg, olyan értelemben szépül meg 11:30-kor udvarszálláson, hogy ott tudok anyanyelven mondani mi atyánkot és a predikációt. Mise végén, mielőtt kiosztanám az áldást, szeretném elmondani nektek, hogy Budapesten jártam nemzeti ünnepünk alkalmából, ahol a köztársasági elnök ajánlására, aláírásával kaptam egy érdemkeresztet, és ezt az én papi életemért, az én papi hivatásomért, eddigi életemért kaptam, valóban meghatódtam, és a lelkem tele lett örömmel, lelkesedéssel, hogy én, mint udvarszállási plébános, fehér templomi, körtédi, csehfalvai
Karas Jeszenői plébános, megkaphattam ezt az állami kitüntetést. Én, mind a ti papotok, azért hoztam el ide ezt a keresztet, hogy megosszam veletek, mert a ti érdemetek is, és arra gondolok, hogy ezt bárki közületek is megkaphatta volna, mert bátrak vagytok, szeretitek egymást, és a népünkért, ezért az országért, ahol élünk, dolgoztok ti is. Minden nap, reggeltől napestig. Ima Fehér templomon. A Szent Mise után a Néra folyó hosszú, hűvös folyosóját nézem. Szűzanyám, imádkozz értem. Német és szerb katonák a bokrok, súlyos a part. Ne legyen harc, csak békében, csendben. Istenem, ölelj meg engem. A román hegyek vén, makacs, mozdulatlan emberek. A Néra seppeg, alig hallani hangját. Egyszer meglátom Isten arcát. Beszéltünk az északvokról, a titokról és az idegenségről. Ugyanebben a versben van az is, hogy de jaj, nem tudok így megmaradni, szeretném magam megmutatni. Így éreze ön is akkor, amikor versbe foglalja a gondolatait, amikor alkot, ír. De jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Én ezt egyházaskéri éveimben, még fiatal papként gyakran elmondtam a híveknek is, de magányos óráimban magamnak, itt Fehér templomon is, hogy az ember társas lény, az ember szereti, hogyha szeretik, és ha vannak barátai, és körülzsongják legalább néha napján, vasárnapon vagy ünnepnapon, és minden embernek a vágya az, hogy szeretve legyen, és hogy valaki megfogja a kezét, vagy megsimogassa. Ezek az emberi vágyak közösek, minden ember így érzi, tehát egy pap is. Valahogy én úgy fogalmaztam meg itt a Fehér templomi éveimben, hogy az ember ölelésre, szeretetre teremtett lény. Akit nem ölelnek, nem szeretnek, nem csókolnak, az úgy érezheti magát, mint egy partra vetett hal, aki nem kap éltető erőt, és kiszárad a napon. Az én életem és a papi életem és más milyen foglalkozásaim is, így az irodalom, a költészet és a papi munka azt szolgálja, hogy ne legyünk tátongó halak a parton, a homokban, hanem hogy érezzük azt a mindennapi életünkben, azt, amit a halak éreznek a víz mélyén. Ezen segít önnek az írás? Ebben segít. Kiírja magából? Kiírom magamból. Most már úgy érzem, hogy az életemet, az egész életemet valamiképpen kiírtam magamból, és ez az én számomra olyan, mint egy gyógyterápia is egyben. Hogyha az ember nem zárkózik el, nem zárja el a zsilipjeit, és engedi szárnyalni a gondolatait, akkor mások számára is tud ajándék lenni. Nagyon fontosnak tartom a költészetben, az irodalomban
az esztétikai értékek mellett az őszinteséget, az, hogy látva lássanak, mert minden ember ezt szeretné, bármilyen szakmában vagy hivatásban dolgozik. 34 évnyi papi pályafutása során 13 könyvet adott ki. Ezek közül melyik a legkedvesebb? Most a legkedvesebb számomra a legújabb, a Szavak néha kövek, hiszen ebben az évben kaptam kézhez ezt a könyvet, és úgy érzem, hogy minden könyvem valamilyen értéket képvisel, fölfigyeltek a kritikusok a könyveimre. Ez az egyetlen könyv, ahol nem voltak gátlásaim, nem volt öncenzúra bennem, mert azért egy pap nem írhat le éppen mindent, épp a hivatásából eredően, és most pedig nem volt bennem öncenzúra, mert valahogy úgy éreztem, ne legyen igazam, hogy mintha ez lenne az utolsó könyvem, mert itt írtam le a gyermekkoromat legőszintébben, a hivatásomról, a hivatásom fényeiről, árnyairól, itt számoltam be először, de hát 60 évesen, amikor már az ember úgy érzi, hogy most már nincs mit veszítsen, nem fogják megróni egy-egy gondolatáért, ami emberi gondolat, ebbe a könyvbe írtam le, ezért a legkedvesebb, a Szavak néha kövek. Köszönet. Anya a legszebb, anya a jó, anya a mosoly, anya a szó. Köszönöm neked, mindenható. Köszönöm neked apámat is. Azt mondja nekem, te kis hamis. Maszatos mosolyom kémleli, fényedet, Istenem, add neki. Köszönöm mamit, ki úgy ölel, jóságos szívéhez húz közel. Körötte mosolygós szentjei, ölébe bújok, ha engedi. Kit nem ismertem, a nagy tatát, azt mondják, nálad van, oda át. Valóban ott lakik nagyapó? Ugye ismered? Mindenható. Thank you.